Jó napot kívánok! A mai műsorban szeretném önöknek megmutatni, hogy a zsemlegombócot köreten kívül más ételekre is föl tudjuk használni. Tudni kell róla, hogy nagyon egyszerű elkészítése, szükséges nekünk hozzá egy zsemle, tej, tojás, hagyma, petrezselyemződ, és ezt az egészet összegyűrjük, hagyjuk állni, és aztán az egészet vízbe főzzük 20 percig. És itt már nekem el van készítve a zsemlegombócom. Mai ételünk egy pirított zsemlegombócom lesz tojással és sájával. A hozzávalóink hagyma, olaj, tojás és egy zsemlegombóc és friss zsája. És akkor mostan neki fogok a étel elkészítéséhez. A serpenyőbe öntünk olajat, rámetéljük a hagymát, nem muszáj apró, ilyen félholdakra, ez elég is lesz. Megvárom, még felhevül olaj, addig összemetélem a kicsi gombócot. A kisebb kockákról. Manatom. Tesszük a hagymát a serpenyőre. Gombócot összemetéljük, most már milyen apró kockákról. Akkor így a fazánkban a zsemlegombócot köreteknek használják, vadas mellé, sűthús knédli, káposzta mellé, de most ugye a bőti időszak vége felé egy kitűnő étel készítek belőle. Rátesszük a gombócot, a hagymára most már. Jó. Akkor pirítjuk egészet. Összepirítjuk. Fölítjük a tojást. Jó, megpirít a bécsi knédlink, ráöntjük a tojást. Sózzuk. Borsozzuk, és metélünk rá egy kis friss zsáját. Ételünk elkészült, most már kitálulom. Nagyon finom pirított szalonnával is, de mivel most bőt van, akkor ezt kihagyjuk belőle. Most már kidíszítsük ilyen friss levéllel. Egy kis sárgarépa pürét teszük rá. Az ételünk elkészült, mindenkinek jó étvágyat kívánok!